Megjelent az életmódi magazin, és nem csak benne vagyok, hanem rajta is, de nem erről fog szólni a vlog, hanem az önbizalomról. Az önbizalom hiány egy örökös téma, bármennyit lehet róla beszélni, akkor sem fogjuk megkapni azt az eredményt, amit szeretnénk. Nagyon sokan szenvednek tőle, és nagyon sokan küzdenek azért, hogy ne legyen. Ugye nem kérdéses, hogyha egy riportról vagy médiáról beszélünk, akkor az önbizalom hiány, a lámpaláz a szóba kerül. Szinte mindenki küzd valaki le tudja ezt gyűrni, és van, aki gyorsan, valaki nagyon soká. Természetesen nem minden ember feladata szerepelni a médiában, viszont nagyon sokan nem tudják elkerülni, és a szakmájukból, a munkájukból, kifolyólag muszáj, hogy szerepeljenek nyilvános fórumokon. Önálló sorsdöntő az, hogy fel tudják-e vállalni önmagukat. Szeretnék néhány támpontot adni azoknak, akiknek ez a feladatuk, és nem csak nekik, hanem azoknak is, akik az önbizalommal szeretnének úgy foglalkozni, hogy bárhol, ha megjelennek, akkor saját magukat tudják adni, érvezetes legyen számukra az, hogyha szerepelnek valahol. Visszatér a magazinra, sok megjelenésem volt, már voltam tévében, rádióban, mindenféle fórumon, amit csak el lehet képzelni, és ez nagyon nehezen kezdődött annak idején. Iszonyatosan gátlásos ember voltam, és minden segítség nélkül kellett ezzel megküzdenem. Annyira féltem megjelenni egy buliban vagy egy nagyobb teremben, hogy konkrét fejfájásaim voltak fejgörcseim. Egyszer csak eljött az idő, amikor azt mondtam, hogy ennek itt vége van, akármibe is kerül, de én ezt megszüntetem. Ne drága tanfolyamokra gondoljatok, mert nincs rá szükség egyszerűen szembe kell menni a félelemmel, amiről már nagyon-nagyon sokat beszéltem. De mielőtt vagy emellett megteszed ezt, elmondok néhány támpontot. A legjobb módszer, hogy tegyél fel kérdéseket, és a kérdésekkel szoríts sarokba a félelmeidet. Pontosabban azokat a gondolatokat, ami miatt lámpalázad van, vagy úgy érzed, hogy veszteséged lehetséges. Az egyik, hogy tisztáz magadban, hogy ki vagy a legtöbbször itt bukik el minden. Ez a forrása a legtöbb problémának. Pontosan azt láss magadban, aki vagy, és ne akarját többnek látszani, mint amit meg tudsz alkotni. A legnagyobb probléma az, hogy olyan valakinek akarsz látszodni, aki nem vagy. Nekem egyszerű volt ez a feladat, mert azt tisztáztam magamba, hogy én egy senki vagyok. A mai napig is tartom ezt a stratégiát, és ezzel nem becsülöm alá magam, hanem adok egy biztos támpontot, ahonnan tudok építkezni. Természetesen tovább építem, és mindaz, amit elértem, az hozzárakom a senki de csak tisztán az szerepel, és semmi más. Ezért, ha valaki megdicsér, akkor ahhoz tartom magamat, amit gondoltam magamról, és nem emelem a tétet ahhoz, ahogyan megdicsértek, hogy innentől kezdve az legyen az, amit minimum el kell érjek. Nem kell elérjem azt, az csak egy dicséret volt. Tegyük fel, nem megdicsérnek, hanem szidalmaznak. Ebben az esetben pontosan ugyanazt gondolom, mint a dicséret esetében, hogy arra gondolok, amit én gondolok magamra, attól függetlenül, hogy esetleg lelkileg nagyon is megsért az, ahogyan mondjuk megaláztak. De fejben ott maradok, ahol vagyok, és az vagyok, aki vagyok. A következő kérdés az, hogy mi a célod a megjelenéssel. Ez nagyon meghatározza a hozzáállásodat, és egyben előirányozza azt is, hogy mennyire kell felkészüljél egy ilyen alkalomra. Nagyon kicsit tűzök ki például azt, hogy kiállok több száz ember elé, és csak Köszönök. Azért van kihívás ebben egy lámpalázas ember esetében, de tegyük föl, hogy kijutottam a mikrofonig, a mikrofonnál bele tudtam szólni, és ha nem volt nagyon nagy baj, akkor köszöntem. Az elén egész bénán aztán egyre jobban, és ez a harmadik dolog, amire gondoljál, hogy sose vedd úgy, hogy elbénáztad, hanem mindig úgy, hogy tettél egy kísérletet, és a következő majd jobb lesz. Tehát mindig folyamatban gondolkodom, és ez azt eredményezi, hogy bármilyen elcsúszás vagy megbukás van, akkor nem ver engem a padlóhoz, hanem egyszerűen bármikor fölállok vagy álva maradok eleve, mert nem volt nagy elvárásom magam felé. Higgyel mindenki, hogy rengeteg sikerélmény születik abból, hogyha ezt a néhány gondolatot betartjátok. Akárhányodik pont pedig az az, hogy fel kell tudjad vállalni saját magadat. Ha föltetted a kérdéseket, hogy ki vagy, mit akarsz itt, és hogyan maradj talpon, akkor jön az, hogy akármi vagy, és akármit mondasz, azzal te értsél egyet, Hagyjad, ha valaki megtámadja, azzal is értsél egyet, és keresd meg a konszenzust. Ha van célod, akkor a téged ért támadásoktól nem fogsz annyira sérülni, tehát pont ki fogod bírni, és tovább tudsz lépni, meg mindig fogsz tudni a célod felé vezető útra irányuló kérdéseket feltenni, és megadni rá a válaszokat. Előbb-utóbb megadni rá a válaszokat. Most már tudod, ki vagy, felvállalod magadat, van célod, fel tudsz állni, nem sértődsz meg, Tovább tudsz menni, tanulsz minden esetből, úgyhogy most már jöhet a legnehezebb része. Amikor megkérdezik egy témával kapcsolatban azt, hogy ki tudsz ajánlani, és te azt gondolod, hogy saját magadat, akkor nyugodtan és bátran ajánljad saját magadat. Azt mindenkinek ajánlom egyébként, hogyha olyan kérdés kap, amire nem tud válaszolni, akkor olyan embert ajánljon, aki ezt meg tudja tenni. Semmiképpen ne válaszoljon rá úgy, mintha ő lenne a legmegfelelőbb ember arra, hogy ezt megadja ezt a választ. Nyugodtan ajánlhatsz másokat, akik többet vagy más. Tudnak, pontosan ez fog fókuszálni rád, hogy te ki vagy, mire vagy képes, és hiteles leszel az emberek szemében. Most ebben a cikkben nagyon jó kérdések vannak, átölelik azt az időszakomat, amelyben fölépítettem a mesterkurzust, és a 2023-as mesterkurzusról is szó lesz egy kicsit. A mesterkurzus nem egy szakmáról szól, hanem az életről és rólad, és olyan témákat választok és olyan gyakorlatokkal adom a kezedbe a tudást, amelyekkel tényleg a saját kezedbe tudod venni a sorsodat, amennyire egy sors változtatható. Én mindenki kinek ajánlom az expert operátor rendszerben való tanulás, mert az életet modellezi, tehát közvetlenül azt lehet megtanulni, ahogyan élsz és ahogyan szeretnél élni, milyen kérdések és milyen válaszok mentén fogod tudni elérni az eredményeket. Ennek az útnak a megismeréséhez legszívesebben tanítomat, Boris Zolotovot ajánlanám. Sajnos nincs rá lehetőség, hogy találkozzatok, ezért második variációként ajánlom magamat.